Korán reggel vonatra ültem Párizsban, hogy elutazzak Svájcba. Lucernbe érkeztem, ahonnan busszal mentem el a felvonóhoz, ami felvitt 1400 méter magasra. Innen egy másik felvonó vitt fel a Pilátus helyre, ahol kirándultam egy kicsit, majd pedig a világ legmeredekebb fogaskerekűjével Alpnastadtba látogattam el. Itt ismét vonatra szálltam, majd Zürichbe utaztam, ahol az éjszaka közepén még egy másik helyre is felmentem. Szép új napra ébredtünk, ma is. Most már ez a sorozatos koránkelés kezd kicsit kikészíteni, de nem is ez a lényeg, hanem az, hogy mai nap is nagyon hosszú lesz, ugyanis el fogok menni Kurba, ahol fel fogok szállni egy vonatra, ami átvisz majd Olaszországba. Ez a vonat, ez ilyen express, ilyen panoráma vonat lesz, egy nagyon híres vonat, majd mesélek róla, és... oda igyekszem, az túlzás, hogy igyekszem ilyen állapotban, de hogy összeszedem a cuccomat, kimegyek a pályaudvarra, és meg kell keresnem ezt a vonatot, amivel el tudok menni Kurba, és ott fogok majd átszállni erre a másik vonatra. Das ist unser Tag, das ist unsere Zeit, und sie fliegt nicht mehr an uns vorbei, denn das ist der Moment, an dem du einmal hängst, wenn du irgendwann an so viel geschrieben, so viel getankt, an Köpfe zerbrochen und Gitarren verbrannt. Megérkeztem Kurba, és ez itt a világ egyik legizgalmasabb és leghosszabb express vasútja, úgyhogy most menjünk, és szálljunk föl rá. Itt van mögöttem. Bernina vasút. A világ leglassabb express vasútja. A svájci Kur és az olasz Tirano közti 86 kilométeres távolságot több mint 4 óra alatt teszi meg. A vonalat a II. Világháborúig önálló vasúttársaság, a Bernina bán üzemeltette, azonban ma már a Rétise bán gondoskodik az üzemeltetéséről. A Bernina vasút az Alpok legmagasabban fekvő adhéziós vasúti pályája, mely a 7%-os meredekségével a világ egyik legmeredekebb adhéziós vasútja. A vonalon található a híres Brusiói spirálviadukt is. A Bernina vasút nevet viselő pályaszakasz több, mint a felét teszi ki Kur és Tirano közt közlekedő vasútvonalának. Az Albua vasúttal, mely Kur után kezdődik és a Bernina vasútba torkollik, 2008 óta az UNESCO világörökség része. Miután 1904-ben befejezték az Albula vasút építését, létrejött a Bernina Bahngesellschaft, melynek az volt a célja, hogy megépítsék a Szent Móric és Tirano közötti vasútvonalat a Bernina hágon keresztül. 1906-ban elfogadták a tervezetet, és 1910. július 5-ére meg is nyitották a teljes vonalat, amit a megnyitás előtt szakaszonként már használhattak az utasok. Eredetileg csak nyári használatra szánták, azonban 1913-14-ben a téli üzemet is bevezették, ezáltal további lavina akadályok felállítására volt szükség. A vonal első éveiben a csőd szélére sodródott.
A vonal teljes építési költsége 15 millió svájci frank volt. 1928-ban megpróbálkoztak az éttermi kocsi bevezetésével, azonban ezzel sem tudták megmenteni a társaságot a csődtől. 1935-ben a vasút 750 voltos ellátását 1000 voltra emelték. 1943-ban a Rétisenbán vette át a vonalat a Berninabán társaság nehéz anyagi helyzete miatt. Az új tulajdonos többek között katonai okokból is korszerűsítette a vonalat. A vonal eredeti nyomvonala tartalmazott olyan íveket és szakaszokat, melyeket lavina veszély fenyegetett, így ezeket a szakaszoknak a nyomvonalát megváltoztatták. Az elhagyatott erdei nyomvonal maradványai még ma is megtalálhatóak. Az 1980-as évek közepétől indult be a turizmus is a természeti látványosságok reklámozásával. 2011-ben ez volt az első vasútvonal, amelyet végig lehetett nézni a Google utcakép szolgáltatásával. A Bernina vasútvonal a Szent Móricban kezdődik, melyet a Kúr és Tiranó közt közlekedő közvetlen vonat nem érint. Pont Rezina állomástól kezdve a közvetlen vonat is rátér a Bernina vasútvonalára. Itt a közvetlen vonatok mozdony cserélnek, ugyanis váltó áramról egyenáramra kell áttérni. A vasútvonal érinti Diavoledza és Bernina Lagalba állomásokat is, ahonnan felvonók indulnak, melyek a völgy két oldalán lévő hegycsúcsokra viszik fel a kirándulókat. Ezután a vonal a domborzat leküzdése érdekében a völgyben kanyarog, így éri el a Lago Bianco gátat. A vasútvonal a tó keleti partján halad, és itt éri el a legmagasabb pontját, a tengerszint feletti 2253 métert. A tavat elhagyva elkezd ereszkedni a vonal, ahova olyan alagút szerkezeteket építettek, melyek megakadályozzák, hogy a sínt teljesen belepje a hó, ugyanis a téli időszakban különösen sok hó lepi el ezt a területet. Alpgrüm az utolsó német nevű állomás, mely után következik a vonal legmeredekebb szakasza, ahol 7%-os meredekséggel szerpentineken ereszkedik le a Posciavo völgybe. Ezen az állomáson lehetőség volt leszállni a vonatról és gyönyörködni a panorámában, ahonnan 15 perc megállás után indult tovább a vonat. Posciavo vasútállomást a helyiek kérésére éppen a településen kívülre építették, ahol egy vasúti raktár és egy műhely is helyet kapott. A vasúti pálya többször is keresztezi az úttestet, és bizonyos helyeken az autók és a vonatok ugyanott közlekednek. A távolban felbukkan a Brusciói spirálviadukt. Ez a viadukt a vonal egyik leghíresebb pontja, mely 110 méter hosszú és 70 méteres sugarúiben fordul maga alá a 7%-os lejtőn, ezzel több mint 7 métert ereszkedve. Átlépve a svájci-olasz határt, a vonat több mint 4 órás út után megérkezik az olaszországi Tiranó városába. Most viszont irány Milánó, mindjárt indul ez a vonat, amit támogattam. Úgyhogy hát azért ezen már látszik, hogy azért ez nem svájci, hanem olasz. Úgyhogy nem tudom, nem működik. Akkor keresek egy másik ajtót, és akkor Milánóban is át kell majd szállni, és akkor utána lesz Velence. Úgyhogy most indulás ezzel a vonattal. Nos, az a harci helyzet van, hogy megérkeztem Milánóba a vonattal, kicsit közben elerett az eső, kicsit rossz idő volt, kicsit hűvös is van. Viszont a vonaton több felvételt szerettem volna készíteni, mert ugye a Komói tó mellett ment el a vonat, és nagyon-nagyon szép lett volna, ha nem lett volna rossz idő, és nem esett volna az eső. Illetve az történt, hogy a vonaton ilyen hevesebb olasz emberkék kicsit összevitatkoztak a kalauzzal, és emiatt nem nagyon volt kedvem videót készíteni, de szerencsére már sikerült megérkezni Milánóba, és hát látszik mögöttem is. És innen egyenes út fog vinni Velencébe, és ilyen nagyon-nagyon szuper extra vonattal fogok menni, ha minden igaz, ilyen Freccia Rossa, vagy valami ilyesmi a neve, igazából lövésem nincsen róla, úgyhogy alig várom, úgyhogy meg is kell keresnem a vonatot, és akkor irány Velencébe. Sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente.
E un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero. E sikerült megérkezni Velencébe. Van itt ez a jó illat, amikor akkor van, amikor tengerparti helyen száll le az ember, és itt pont ugyanilyen van. Itt van mögöttem egyből a tengernek egy része, bár nem annyira látszódik. És a szállásom a városkának a túloldalán van, úgyhogy meg kell valahogy keresnem. Viszont a GPS nem működik valami jól a telefonomon, de neki kell veselkedni ennek. És hát kíváncsi vagyok, hogy fogok odaérni. Aztán a többit még meglátjuk. Però tu fammi una promessa, che un giorno quando sarai persa, ripenserà ogni tanto a cosa siamo stati noi. Végül is sikeresen megtaláltam a szállást, és sikerült elfoglalni, meg ilyesmi, úgyhogy most már jó késő van. Most jöjjön egy kis story time, ugyanis csomó olyan dolog történt ma, amit nem feltétlenül tudtam megmutatni, mert úgy nem lett volna annyira érdekes, úgyhogy most ezért mesélek róla egy. Szóval legelőször is ugye Tiranóban szálltam fel a vonatra, ami elvitt Milánóba, és ott várnom kellett egy órát, azt hiszem, vagy másfelet, és ez alatt kicsit körbejártam ott a pályaudvar előtti részt, vagy területet. És azért nem álltam meg egyébként Milánóba hosszabb időre, mert Milánóban már jártam korábban. Úgyhogy annyira nem érdekelt, viszont Velencében még sosem, úgyhogy ezért esett a választás Velencére. Aztán ami még érdekes dolog volt, bár ez még reggel volt korábban, ugye Zürichből indultam, és Kurba akartam eljutni, és mivel nagyon fáradt voltam, ezért muszáj volt becsuknom a szememet a vonaton, amikor elindultam Zürichből. Olyan 6 óra környékén indult a vonat, vagy talán egy kicsit később, nem vagyok már benne biztos, hogy pontosan mikor. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy arra keltem fel, hogy a vonat egy állomáson áll, egy nagy állomáson, és nincsen senki se körülöttem. Úgyhogy kicsit be voltam tojva, hogy mi a helyzet, úgyhogy gyorsan összekaptam az összes cuccomat, és leugrottam a vonatról. És próbáltam keresni egy ilyen kalauzt, aki talán tud segíteni, de egy ember nem volt ott a peronon, úgyhogy rohantam végig a vonat mellett, és szerencsére találtam egy kalauzt, és megpróbáltam tőle segítséget kérni, hogy jó helyen vagyok-e, vagy ha nem, akkor hol kéne leszállni, és csodák csodájára beszélt magyarul. El se hittem, egyetlen ember volt ott, és tudott magyarul. Nem mint hogyha amúgy angolul gáz lett volna ezt megkérdezni, csak azért így mégiscsak barátságosabb volt a dolog, hogy magyarul segített, és aztán mondta, hogy még egy megállóval tovább kell mennem, úgyhogy gyorsan visszapattantam a vonatra, és jó fej volt, mert azt mondta, hogy nyugodtan üljek fel az első osztályú kocsiba arra az egy megállóra, úgyhogy elég komoly volt. És ugye még ami a mai napot illeti, hogy még korábban, nem tudom már, hogy milyen platformon, beszéltem egy lányjal, aki, most ez lehet kicsit személyes lesz, mindegy, beszéltem egy lányjal, akivel megbeszéltük, hogy majd találkozunk a mai napon Velencében, és csak azért érdekes, vagy nem érdekes, inkább azt mondom, hogy szürreális a dolog, mert Észtországból származik a lány, ezt tudni kell rólam, hogy cserediák voltam Észtországban, és hogyha még nem látod volna esetleg róla a videót, akkor putás megnézni, az is fönt van itt a csatornán valahol.
Egyrészt, másrészt teljesen egy napon születtünk, ugyanabban az évben, ugyanabban a hónapban és ugyanazon a napon, úgyhogy ezek miatt elég furcsa volt, vagyis hogy furcsa, hát szürreális volt az egész szituáció, és vele találkoztam ma este, és sok lesz az és. Minden esetre letettem a cuccomat, miután megérkeztem a vonattal, és elmentünk egyet pizzázni, és annyira jó volt az egésznek a hangulata, hogy végre megérkeztem Velencébe, és kötetlenül tényleg nyugodtan meg tudtam enni egy pizzát, és tudtam beszélgetni vadidegen emberrel egy tök jót, úgyhogy hát nagyon örülök a mai napnak, viszont holnap azt hiszem fel fogom fedezni Velencét sokkal jobban, mint ma. A következő részben felfedezek néhány másik szigetet a környéken. Ellátogatok többek között Buránóra is, mely a színes házairól híres, valamint bejárom Velence nevezetességeit is, és végighajózok a híres Canal Grandén. Az éjszaka ismét hajóra szállok, és meglátogatok egy másik szigetet is, hogy még jobban elmélyedhessek Velence hangulatában.